Megújult kerítéssel és egy új nagykapuval várja az önkormányzat a katolikus temetőbe látogatókat. A beruházás több szempontból is fontos volt. Egyrészt esztétikailag, másrészt pedig azért, mert így jó néhány sárospataki lakónak tudott az önkormányzat több hónapon keresztül munkát biztosítani. A munkálatoknak lassan a végéhez érünk. Látható, hogy a tavasszal elkezdett kommunális szervezet által kivitelezett felújítási munkáknak most már látszik az eredménye. Nagyon sok pataki lakos meg van elégedve ezzel a munkával, nagyon sokaknak tetszik, sok pozitív visszajelzést kapok. Ez a temető kerítés felújítás, ez a kommunális szervezet költségvetésében elkülönített pénzből valósulhatott meg, és nagyrészt közcélú munkások foglalkoztatásával, ami több okból is kiemelkedő, hiszen így nem segélyt tudtunk azoknak a munkásoknak adni, akik vállalták a feladatot, az elvégzendő feladatot, hanem munkát tudtunk nekik biztosítani. Ebből ők megélhetést biztosítottak a családjuknak, mi pedig látjuk a kétkezi munkájuknak az eredményét. A beruházás, illetve a munkavállalás kapcsán az alpolgármester még kiemelte. Ezúton is meg tudjuk azt cáfolni, hogy azok, akik segélyen vannak, nem szeretnének dolgozni, igenis szeretnének dolgozni, és ha a kormányzati elképzelések és a helyi önkormányzatnak a szándéka az egymásra talál, akkor ilyen értékteremtő beruházást tudunk belőle megvalósítani. A hétvégi Minden Szentek ünnepén és halottak napján a város rendvédelmi szervei fokozott szolgálatot tartanak majd. Tanulva a tavalyi és tavaly előtti problémákból, mely szerint sajnálatos módon ilyenkor megnövekszik a temetőbeli lopásoknak a száma, általában virág és koszorú lopásokról van szó, megerősített szolgálatot fog tartani a polgárőrség is, valamint a közterületfelügyelőkkel is gyakrabban fognak találkozni a temetőbe látogatók. Bátorítok mindenkit, hogyha bármilyen rendellenességet tapasztal, akkor a közterületfelügyelet felé, vagy közvetlenül a rendőrség, vagy akár az önkormányzat felé ezt azonnal jelezzék, hogy minél hamarabb orvosolni tudjuk.